Utoljára 2019-ben volt egy átfogó kutatással, hogy az emberek élete miben változott, az emberek hétköznapjai miben változtak meg, és mennyire nehezítette meg a pandémia ezt az egész helyzetet. Mivel a múltat nem lehet megváltoztatni, ezért azt javaslom, hogy üzenj a jövőbeli énednek és az egy év múlva beli énednek. Ez az egész pandémia és ez az egész helyzet az emberiséget a bizonytalanságba, a stresszes időszakokba, a folyamatos kilátástalanságba, a szorongásba és az elmagányosodásba taszította. Minden ötödik gyermek szorong és boldogtalan a koronavírus miatt. A társadalmi élet, a társas szocializáció nagyon fontos a gyermekek számára. Ezt a Covid elvette tőlük. Hiányzik az életünkből egy bizonyos kontroll. Azt érzem, hogy kihúzták alólam a talajt, ami árasztotta magából ezt a magabiztosságot. Ez egy olyan új helyzet, amibe belecsöppentünk is, és hirtelen úgy vettek el tőlünk mindent, és úgy vitte a vírus az egész életünket szinte el, hogy ezt észre sem vettük, és nem vettük róla tudomást. Még soha nem tapasztaltam magamon ilyet, hogy egy ennyire rossz lelkiállapot okozhat fizikai problémákat is. Mostanában nagyon sokat szorongok, és nagyon sokszor érzem azt, hogy ez nem is én vagyok, aki... Tehát a gondolataim alapján egyszerűen nem magamnak titulálom saját magamat. Azt érzem, hogy elvesztettem az önkontrollomat. Vannak nagyon jó emberek az életemben, akikkel tudok beszélgetni erről, és mellettem vannak, és én is mellettük állok, és együtt vagyunk ilyen szarul, és ez az egészben a legjobb egyébként, ami tudom, hogy hülyén hangzik, de hogy egymást segítjük. És mivel azért most már 30 éves vagyok, tudom kezelni ezeket a problémákat. Igazából azért gondoltam, hogy elkészítem ezt a videót, mert és sokkal jobban szeretem azokat a videókat, amik őszinték, és egyébként kicsit frusztráló már az is, hogy mindig itt bent videózok, hogy már nincs olyan jó idő, hogy végre ki lehessen menni, és picit már olyan szürkéknek érzem ezeket a videókat, nem tudom, hogy hát nyilván ugye az embernek itt meg van kötve a keze, hogyha egy lakáson belül próbálsz ugye videót felvenni, és nincs annyi lehetőség. Nagyon sokan küzdünk ezekkel a problémákkal, és az egész világnak az életét most befolyásolja ez a vírus, és nincs olyan nap, nincs olyan óra, amikor ne jutna eszünkbe, vagy ne beszélnénk róla, tehát minden nap szóba kerül. És hát nyilván arról kell beszélni, ami az életünk része, és ami befolyásolja az életünket mostanában, és hát az most ugye a koronavírus járvány. Semmi természetellenes nincs abban, hogyha mostanában egy kicsit többet szorongsz, egy kicsit érzékenyebb vagy a környezetedre, az emberek reakcióira, hogyha bizonytalanabbnak érzed magad, vagy hogyha a jövőbeli énedet tök kilátástalannak látod, és vagy a jövődet kilátástalannak látod. Hogyha megbénítasz, hogyha a jövőre gondolsz, mert nem vagy egyedül ezzel. Aki már az egész járvány előtt is szorongóbb volt, vagy szorongással küzdő, szorongással élő ember volt, annak csak még jobban árt ez, hogy korlátok közé zárják be, és beszorítják magukat tulajdonképpen, vagyis beszorítják őket. Nagyon fontos az, hogy ne nyomjuk el az érzelmeinket, és ne fogjuk vissza azt, hogyha sírni akarunk, hogyha egyedül akarunk lenni egy kicsit. Érdemes befogadni ezeket az érzelmeket, ezeket az érzéseket, befogadni magadba, legyen az pozitív vagy negatív, és kielemezni őket tulajdonképpen, mert ezáltal tudsz egy lépcsőfokot meglépni, és kicsit közelebb kerülni ahhoz, hogy visszakapd önmagad. Nem szabad ezeket eltolni magadtól. Nagyon sokan úgy vagyunk ezzel az egésszel, és most alapvetően a szorongás vagy a depresszióról beszélek, hogy elfogadjuk ezt az egész helyzetet, hogy én most ilyen vagyok, és én ilyen leszek, nem próbálok ezen változtatni, nekem jó ez a szorongás, nem tudom, hogy mitől van, de ezt én kaptam, és nem változtatok rajta.
az önelemzés és a tudatosság segíthet szerintem. Ugyanakkor nem szabad soha erőltetni azt, amit nem szeretnél. Nem muszáj belemenni olyanba, ami kicsit kívülebb áll a komfortzónától. Nem vagy egyedül. Nobody.